Gyerekkorom azért volt különleges, mert egyrészt az apukámnak volt egy videóstúdiója, és ott mindig fotózás, tehát ugye a fotózások, meg a videózások, az a gyerekkorom természetes része volt. Azért sem szégyenkeztem soha a kamera előtt, mert ha apu vett egy új videókamerát, akkor az rajtunk gyerekeken, a gyerekeim próbáltak ki. Úgyhogy számomra természetes volt mindig, hogy videóznak. Ez a fénykép. Egy gyerekkori stúdiófotózás eredménye, viszonylag gyakran vettem részt stúdiófotózáson gyerekként. Történt ez abból az okból, hogy anyukám újságíró. És hát bizony előfordult, hogy a divatanyagokban, hogyha mondjuk gyerek divat volt, akkor felbukkantunk én is a tesómmal. A végeredményre nagyon büszke voltam, meg úgy éreztem, hogy ez ilyen menő dolog, hogy egy stúdióban fotóznak, de amíg eljutottunk odáig. Azért igyekeztem nagyon fegyelmezetten tűrni, de volt, amikor az a bizonyos szívből jövő mosoly már nem volt annyira szívből jövő. És felkeresem a fodrász kolléginákat, hogy reprodukálni tudjuk a gyerekkori fotómat. Ennél magasra nem tettem, mert nem akarlak teljesen. Nem akarsz teljes idiótát csinálni, mert nem csak fél. Megvan az új PTV-s hajam. Anyám, hogyha tudtam volna, hogy így megszívott ezzel az ananász coffal, szerintem kétszer is megvan. Jó, fújj neki a lakkor. Fejben már teljesen átlényegültem, úgyhogy már csak azt hiányzik, hogy a ruha is ugyanaz legyen szinte, mint akkor volt. A korszalámnak megfelelően hófehér harisnyában voltam. Nem tudom, most is ebben járnak a kislányok? Na, én abba toltam állandóan, fekete lakcipővel. Jobb kéz a csípőn, és a fejet pedig ebbe az irányba hajtom. Megvan, oké. Nagyon fontos az átszellemült mosoly, mert még előttem van az élet, fogalmam nincs, hogy mi vár rám, tele vagyok bizakodással, lelkesedéssel, ártatlanságnak. Úgyhogy ebben a pillanatban készen állok. A családom mindig nyaralásokkor, vagy fesztiválokon készített képet. Az én szüleim, hát ha mondhatom azt, akkor elég nagy hippik, vagy nem is tudom ezt, hogy megfogalmazni. Tehát én velük 9 éves koromban voltam már először Sziget fesztiválon, aztán vittek a Voltra is, és hát az egyik kép, amit találtam, és a kedvencem a gyerekkoromból, az is egy fesztivál élményhez kapcsolódik. Ő lennék én. Nem tudom, hogy hány éves vagyok itt egyébként, szerintem ilyen 4-5 körül lehetek, és ez Kapolcson készült, tehát látszik itt a kis fesztivál környezet, és anyukám azt mesélte, hogy ezt nem ők csinálták, hanem egy fotós. Oda jött, annyira megtetszett neki ez a kis élethelyzet, ahogy eszem a kukoricát, és később küldte el nekünk postán a képet, és így jutott el hozzá. Én ugye győri vagyok, és a legtöbb családi kép, meg legtöbb gyerekkori kép az otthon van Győrben, és itt meg sajnos már csak ilyen újabb képek vannak, gyerekkori nagyon nincs, úgyhogy ezért csak digitalizált formában tudom nektek megmutatni. Ezt a ruhát választottam, ami azért más, de kicsit szerintem hangulatban hasonló. Virágmintás, hippis, talán ez is rámondható. Ez pedig egy fekete kis szandálka. A képen menőbb, de most sajnos csak ezt találtam. Azt hiszem, hogy ez a helyszín itt talán tükrözi a képnek a hangulatát, úgyhogy most megnézem a képet, és megpróbálom leutánozni saját magamat. A lábtartásom az elég érdekes, tehát valahogy így, mint hogyha így kifeszített lábakkal állok. Már csak egy kukorica hiányzik szerint. Ó, köszönöm.